Girán Gábor, devizakereskedelem. Blaze Taylor, social media marketing. Szabó Kristóf, az online marketing. Hát sziasztok, köszöntünk mindenkit, itt vagyunk félig meddig élő adásba. Az én nevem Szabó Kristóf, és itt vannak a kedves kollégáim, Blaze Taylor, szia Blaze! Szevasztok! Kérdezik Gabi G, szia Gabi! Alihó, sziasztok! Na, végre jó beköszönés, olyan jó ritmusa volt ennek az egésznek. Blaze-nek a hatása volt amúgy. Igen. Na, meghoztam az erőt. Na, oké, menjünk. Ebben az epizódban arról fogunk beszélni, hogy a barátok, hogyan viselkedj a barátokkal kb. Ki az, aki még barát, vagy már haver, vagy stb. És igazából erről fogunk beszélni. Tehát mit szólnátok, hogyha mondjuk el is kezdenénk? Blaze, kezdjük azzal a témával, hogy mi az a határ, amikor neked már valaki barát, és nem haver, és nem span. Na várjál, nekem ez egy nagyon hosszú folyamat, mert... Ilyen kiválasztási folyamat. Mit? Kiválasztási folyamat neked. Ez egy kiválasztási folyamat. De nem lehet bekerülni, de születni kell. Tehát mi már ugye nem nagyon keresgélünk barátokat, mert megvannak, maximum bevonzzuk őket, az újakat. Igen. Hát nekem mindenképpen ott kezdődik, amire azt tudom mondani, hogy barátság, hogyha már ismerjük egymást legalább fél éve, és... Várjál, számolok. Számolják, Gabi. Találkozunk azért, vagy hogyha nem találkozunk, mit tudom én, heti háromszor, akkor minimum beszélgetünk heti négyszer. Vagy érted, tehát folyamatosan kapcsolatban vagyunk, tényleg minden nap beszélünk, szinte. Jó, nyilván, mit tudom én, van olyan, hogy héten az egyik nap kimarad, nem történik semmi. És tényleg meg tudok felosztani mindent is, illetve tudom, hogy ő ezt helyén kezeli, nem fogja továbbadni, releváns tanácsot tud adni, jó tanácsot tud adni, és őszinte, tehát hogyha mondom, velem van valami szar, meg én nem látom jól a dolgokat, akkor azt megmondja, és nem csak helyese. Meg ugye támogat mindenben. Kb. Tehát így én ezt tudom mondani, ez a barát, és hogyha ebből csak egy dolog is hiányzik, akkor az meg haver. És azt nem kezelem úgy. Na, akkor majd ez külön, majd, mert az, arról is beszélünk, hogy ezt külön válasszuk, hogy milyen volt az OM előtt, mert ti baráti társaságunk, meg az OM után. Jó, megvérjük. Baráti társaságunk. Jó, Gabi, neked mi az, ami haver, mi az, ami barát? Hát figyelj, körülbelül ugyanaz Blaze-nek, viszont annyit hozzátennék, hogy nekem személy szerint a barát az, aki tényleg napi szinten tartom a kapcsolatot, a haver vagy ismerős az pedig akivel ritkábban. Vagy van olyan, akivel csak az üzlet miatt tartom napi szinten a kapcsolatot, ő nyilván nem a barátom lesz, hanem egy ügyfél. Na, oké. Igazából nekem is kb. Ez a baráti meg haverság. Blaze-el van egy ilyen mondásunk, ezt az egyik mentorunktól tanultuk, hogy nincsen barátfelvétel nálunk, tehát hogy tényleg olyan van, hogy mi már nem nagyon keresünk barátokat, mert így is van, úgy van, hogy... Születni kell. Ja, tehát így is úgy van, hogy nagyon sok ember akar velünk úgymond haverkodni már, vagy beszélgetni, vagy ilyenek, és vannak olyan emberek is, akik amiatt kezdenek el haverkodni most velünk, mert hogy mit tudom én, látják, hogy mennyi követünk van, meg ilyenek tőled. Hát körülbelül az emberek 90%-a, igen. Igen, tehát, hogy, és pont emiatt van az, hogy azért jó, hogy nekünk a barátaink már megvoltak ezelőtt, mert tudjuk, hogy nem amiatt barátkoznak velünk, mert mondjuk sok követünk van, vagy sokan hallgatnak minket, hogy ilyenek, hanem amiatt, mert mit tudom, olyan emberek vagyunk, amilyenek. Úgyhogy nekem a barát... Én körülbelül 400 követőnél. Ja. Írtam rád. Ami már ott meglátta, ott befektetett belé. Ott nem benned. Egyébként került el. Mire megérte a befektetett erő, meg munka. Igen. De van egy jó sztori. Na. Sorry. Mikor a BM-én voltam egyetemista, akkor ugye a Gólya táborba összeverkodtam már egy csomó sráccal, és akkor ők még nem tudták, hogy én DJ-skenek. Viszont, amikor, és ugye láttam, hogy rengeteg olyan ember volt, aki ilyen flagmán viszonyul hozzám, meg tudom én, nem szívlel, és ugye meg volt pár barátom, tehát mit tudom én, volt egy ilyen jó nagy baráti kör, és akkor abban voltunk kb. Ilyen 15-en. Na de, amikor felléptem az egyik egyetemi rendezvényen, utána mindenki a barátom akart lenni, és telibe tudtam, hogy csak azért, mert hogy én ez meg ez vagyok. Ez egy meg hogy akkora bulit csináltam, mint amikor az egyetem történetvédében még nem volt, hogy fogalmazták.
Ez csak az legendák zengik ezeket. Ez csak a legendák zengik, hogy a BMW-n azóta nincsenek. Blaze-ről zengik. Tudjátok, hogy vannak ilyen képek, hogy Blaze ott van, és így el van homályosítva már teljesen, és ilyen szomorú emberek ott vannak, tudod, így a Saturation level 20, vagy azóta nincs olyan buli a BMW-n. Igen. Na, nekem is van amúgy ide egy sztorim, ez is egy érdekes, ez pont még az olaszországi születésnap, hogy amikor még úgymond nem ismert senki, akkor tudod, így velem is pont ez volt, hogy ilyen flagman ezértek, hogy na, ez a magyar csávó, tudod, ez a magyar srác, meg ilyenek. Ez a marketinges Krisztián. Marketinges Krisztián, bazdmeg. És amikor megcsináltam a bulit, és ott volt mindenki, és utána, mit tudom én, 2-3 napig mindenki arról beszélt ténylegesen, akkor utána meg már jöttek oda ezek az emberek, hogy csá, te vagy az én magyar srác, ugye, tudod így, és akkor boldog születésnapot, meg ilyen. Én meg így néztem, mondom, na, nesze neked, tessék, most meg már jöttek spanolgatni. Úgyhogy ja, nagyon fontos, hogy kiszűrjétek azokat az embereket, akik csak ilyen érdekbarátok, meg amiatt érdekspanoknak hívnám inkább őket, hogy mert ezek az emberek totál csak a te hírnevedet, vagy a te valamidet akarják kihasználni, pénzedet, idődet, hogy ők előrébb kerüljenek. Tehát, hogy nagyon sokszor van olyan, hogy amint te menő leszel mondjuk egy bizonyos közegbe, rengetegen akarnak veled haverkodni, mert úgymond idézőjelben a hátadon akarják megmászni ezt a státusz hegyet, úgymond, és hogyha veled haverkodnak, akkor ők is menőbbek lesznek ettől. Mit gondoltok erről? Persze, ez teljesen presztízs kérdés. Teljesen szerintem. Lehet, hogy nem pénzt akarnak, meg lehet, hogy nem tanulni szeretnének tőled, sőt, az esetek döntő százalékában nem ezt akarják, akik rád írnak mondjuk, hanem presztízs kérdés, hogy te most velük beszélgetsz, meg egyre jobban vagy, jobban vagytok, érted? Ja, igen. Blaze? Ide valamit? Le voltam némítva. Abszolút egyetértek egyébként, tehát nekem is az életem során rengetegszer voltam, hogy találkoztam ilyen érdekemberekkel, érdekbarátokkal, és ez tényleg meg, ugye az, hogy mindig csak akkor keres, amikor neki kell valami egyébként, meg nem. Ja, ez idő után szépen, ugye mondtam neki, hogy tehát ugye nem írtam vissza, vagy azt mondom, hogy nem tudok segíteni, nem érek rá, stb. Vagy mindig akkor találkozott velem, hogyha valami vele történt, és megosztani, vagy ez a tipikus egyik barátom, Zsófi szoktam mindig ezt mondani, hogy lelki szemetes láda. Igen. És tudod, nem beszéltetek már mit egy 3 hónapja, de rád ír, hogy na, telózzunk egyet, tudod, és akkor kb. 99%-ban róla beszéltek körülbelül. Igen, igen, igen. Ja, érdekes, mert amúgy nekem van egy barátom, aki a legrégebb óta vagyok barátságban, és még mindig megvan, az gurunak hívják amúgy, és 16 éve vagyunk szerintem barátok, azt hiszem, második osztályban lettünk jóba, úgy, hogy anyu még késtek értem jönni, mert itt én valami volt, és nem tudtak értem jönni, és ismertem már így látásból a srácot, és kínáltunk a ezért előtt, súly előtt, kicsit dumázgattunk, kb. Ott ismertük meg egymást, azt mondja, nem jössz át PS-ezni? Nézek, mondom, soha nem hívtak még meg engem sehova, tudod, kb. Ilyen könnyű szemmel. Állj be itt a furgon, ami már fél órája itt áll. És akkor átmentem hozzá PS-ezni, mert ott lakott a súlynál, és azóta jóban vagyunk kb. És ő tipikus, hogy például vele el nem tudnám képzelni, hogy hátba szúrna valamikor. Soha nem volt még 16 év alatt olyan, hogy úgy nagyon összevesztünk volna. Persze nézeteltérések voltak, de úgy, hogy nagyon összevesztünk volna, soha nem volt még. És ja, tehát, hogy ő ilyen nagyon biztos barátom. De van elvileg erre egy ilyen tanulmány, erre kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok, hogy azok az emberek, akikkel 7 évig barátok vagytok, elvileg az a barátság már életetek végéig tart. Tehát, hogyha 7 évig barátok tudtok lenni. Igen, igen, igen. De hát nem biztos, mert elmondom, miért nem biztos, mert ugye középiskolában nagyon jó barátságok szövőnek, és van 8 éves ugye kis gimi. Igen. És amikor elmennek egyetemre, ott nagyon sok minden kiderül, széthúz a társaság, nem vagytok abban a közegben, nem találkoztok mindenem egymásra, és ott derül ki igazán, hogy ki a barátod. Ugye én is 6 évesben voltam, és utána még egy évig jóban voltunk, tehát az kb. 7 év, viszont a következő évben már ott derültek ki dolgok, hogy ki az, aki akkor most tényleg, és ki az, aki nem. És nekem egyébként a leghosszabb ilyen barátság, ami jelenleg az életemben van, az, képzel rá, hogy 9 év. Igen, 9. Na, komolyan. Kivel van? Norbi barátommal. Ekkor nem. Le a kalapra. Ugye? Add át neki. Azért már tiszteletdíjat kéne kapnak. Igen, már ilyen ezért, ilyen kitűzőt veszek Norbinak, tudod? Ilyen bilétát.
hogy elviselte Blaze-t 9 évig, tudod, és akkor ilyen fizetett ajándékba. Micsoda? Ilyen kis ajándékcsomagot tervező fizettel, tollal. Tudod, most amúgy elterjedt ez az ajándék. Tudjátok, ez a nyis, nem is tudom mi a neve, de ez a nyis ki, ha szomorú vagy, nyis ki, ha ideges vagy, meg tudod, ilyenek, és ilyen levelek vannak beleírva. Na, ilyet kéne Norbinak ezélni. Blaze adna egyet Norbinak, nyis ki, ha szomorú vagy, nyis ki, hogyha szeretetre vágysz, meg ilyenek. De cuki. Na, menjünk tovább ezzel a barát témával. Legyen az akkor, menjünk egy ilyet, hogy mit gondoltok, hány barátotok van? Tehát hány az, aki úgy igazi, szűk baráti társaság, mondjuk, és barátként kezelitek őket? Jó? Kicsit számoljunk, mert nekem is fejbe ezt azért össze kell számolni. Há, nekem is ezt a rengeteget azért meg kell számolni, mind a négy kezemen. Na, Gabi, te tudod esetleg? Na, hát nekem is meg kell számoljam. Na, legyen, én is számolok. 56, 57. 924, 925, Hány igaz barátod van? Erről beszélünk most. Én amúgy nagyjából összeszámoltam. 1200! Nekem szerintem ilyen 9. Kb. Az igen, drágám. 9. Nekem körülbelül 5. Vagy 6. Nekem 3. Tehát akkor így lejjebb megyünk, tudod, ilyen csökkenő skála, és akkor még jó, hogy nincs itt Steve, mert ő megmondaná, hogy neki csak egy, mondjuk, vagy neki nincs barátja. Mindezekre végignéztük. Ja, tehát én 9-et mondanék. Most itt megint az, hogy lehet, hogy nekünk más ugye az, hogy ki milyen barát, meg másként kezelünk embereket, mint hogy ki milyen barát, de ja. Mi van azokkal, tehát mikor tudja valaki elveszíteni a barátságodat? Tehát mikor nem tekintesz már rá barátként? Blaze, kezdjük el. Jó, akkor kezdjük Blaze-zel. Amikor eljátszom mondjuk a bizalmamat, akkor nem igen. Oké, és Gabi? Ez a legdurvább eset szerintem, ami miatt a legtöbb barátság így szétmegy. Oké, és jó. Akkor gondolkodok én is, hogy nekem is mi van, ami ilyen eljátsza a bizalmat, elmond valakinek valamit, bár az mondjuk ugyanide sorolható. Ja, körülbelül ez amúgy. Vagy hogyha nem lehet rá számítani. Igen, nem lehet rá számítani, hazudik, nem támogat, megváltozik. Nem azt, hogy megváltozik, mert te változol meg, érted? Ja, de... Igen. Nem halad veled felfele, tudod? De hát ez az előbbi példa, amit mondtál, hogy mondjuk általános iskolából gimibe, vagy gimiből egyetemre mentek, és mondjuk különböző társaságba keveredtek bele, akkor nagyon el tudja vinni az adott embert, meg mindkét szemét teljesen más irányba viszi, és ezért is van az, hogy már nem tartjátok a kapcsolatot. Igen. Tehát, hogy saját példámat is felhozva, aki még a általános iskolába ismert engem, az most meg se ismerne, ha csak a hangomat, majd a beszélstílusomat, meg a gondolkodásmódomat ismerné. Ez teljesen így van amúgy, meg az is igaz szerintem, hogy más, tehát, hogy már akikkel elkezded az üzletedet építeni, mondjuk nem biztos, hogy velük fogod befejezni, mit tudom én, 50 évesen vagy 60 évesen. Mert megint ott van, hogy lehet, hogy te az lenne az ideális, hogyha akikkel kezded, azzal fejezed be. De hogy lehet, hogy te fejlődsz, és ők meg lemaradnak. Vagy éppen lehet, hogy ők fejlődnek túl gyorsan, és te lemaradsz, úgymond. És sokszor van olyan, hogy tehát ezért szeretek én úgymond ilyen szempontból a barátaimmal együtt dolgozni, mert így nem fenyeget minket az, hogy mondjuk valaki lemaradna, és akkor, hogy emiatt lesz úgymond vége a barátságnak. De ezt nem úgy képzeljétek el, hogy na, te nem keresel havi 1 milliót, akkor én már nem vagyok a barátod, de hogy is, nem erről van szó egyáltalán. Arról van szó, hogy gondolkodásmódban mások lesznek teljesen az emberek, és hogy mit tudom én, engem az érdekel, hogy olyan témákról beszélünk, hogy célok, utazás, hova vagyunk, stb. Őt meg lehet az érdekli, hogy elmondja, hogy múltkori buliba kikavartak kivel, és hogy mennyire gáz, hogy ezek együtt vannak, meg mit tudom én. Kibeszélni az embereket, tudod. Ja, tehát van is erre egy ilyen dolog, hogy várjál, hogy volt? Nem tudom magyarul megfogalmazni, mindegy, de az ilyen átlag alatti emberek, azok mindig másokról beszélnek. Az átlagos emberek, azok mindig eseményekről beszélnek, tehát, hogy mi történt itt, mi történt ott, stb. Az átlag feletti emberek, úgymond, tehát ez így volt a angolról, ha fordítanám, azok pedig mindig ötletekről beszélnek, meg célokról. És ezt... Egyébként ez nem így van, mert nagyon sok átlag feletti ember beszél például eseményekről.
de inkább úgy mondom, hogy túlnyomó részben akkor ilyen témák érdekli őket, vagy ezek azok a témák, amik úgymond így nem az, az hülye szó, hogy felizgatják őket, inkább az, hogy ez az, ami érdekli őket nagyon, vagy ez az, amiről szívesen beszélnek. Itt kéne választani, hogy milyen eseményekről beszélünk. Jó, persze, ez is igaz, teljesen. Tehát, hogy bulikról, meg ilyenekről, vagy tényleg komoly eseményekről, vagy lehet, hogy az adott átlag feletti emberünk a vendéglátásban, vagy a szórakoztatóiparban dolgozik, és akkor, akkor is beszélhet eseményekről, mert abban dolgozik benne, ugye azzal foglalkozik. Igaz, igaz, teljesen. Szerintem akkor legyen úgy, hogy én a poszt szerintem úgy gondolhatta, hogy akkor mit tűnik ilyen bulikról, megtől ilyenekről, amik ilyen egyszeri dolgok, és arról szólnak kb., hogy elmeséljük, hogy mit csináltunk, meg kibeszéljünk másokat mondjuk. Úgyhogy szerintem ez volt. Bármit ide hozzá kapcsolni, Blaze? Ezekhez? Tapogatok, hogy elengedjetek, helyeselek. Oké, szuper. Akkor nézzük meg azt, hogy tudnánk-e ott esetleg határt húzni, ez kíváncsi vagyok a ti véleményetekre, hogy ki az, aki haver, meg ki az, aki mondjuk ismerős, vagy span, vagy nem tudom minek. Van-e nektek itt ilyen határ a kettő között, és hogy mi az, amit mondjuk egy ismerős, nek elmondasz, meg milyen... Hát figyelj, szerintem. Ugye mindenki ott kezd, hogy ismerős, és onnan lesz pajti. Igen. Most pajtiból már valaki átmegy cimbibe, de még nem megy át spamba. Jézus! Spamból jönnek a haverok, akiből lesznek az arcok. Jézusom, de rossz. Na igen? Itt van neked valami? Ismerős és haver. Hát az ismerős az telibe az, hogy köszönsz neki, megkérdezsz, hogy mizu, de egyébként nem beszéltek sehol. Ja, mert nem érdekel. Ez a tipikus felszínes, és semmi bizalmi kapcsolódás nincs. Igen, tehát ez a ismeredés, mizu, semmi, vele, most semmi, jó. Nem olyan kapcsolatot. Vagy olyan, suli, megy, kész, kösz. Körülbelül, és nem osztatok meg egymással olyan információt, ami úgy közelebb hozna egymáshoz titeket. Ja. Néha közös baráti társaságukban ott vagytok, és akkor mit tudom, váltotok három szót, meg közös hívásot. De tipikusan ez a felszínes, hogy melyik egyetemre szeretnél menni, meg ilyenek. Ja, és amúgy tökre nem érdekel. Tehát, hogy az a baj, hogy én ilyen nagyon őszinte vagyok, túlzottan is, és volt nekem többször is olyan, hogy tudod, ilyen ismerősökkel találkoztam mondjuk a plázába, és úgy, hogy tudod, ő jött szembe, én meg mentem. És akkor köszöntöm, hogy szia, és így mind a ketten mondtuk, mi a helyzet, és akkor ő is, mi a helyzet tőle, és akkor így elkezdi mondani, fordul utána, én meg megyek tovább, tudod. És úgy voltam, hogy gínos volt ez a helyzet, mert engem totálisan nem hidegen hagyott, hogy most úgy mi van vele, csak azért tettem fel, mert tudod, mit te jó fej akartam lenni. De hogy ő meg leállt volna beszélgetni, tudod, mert érdekelte volna, hogy mi van velem. Na kérdezed akkor meg, merül fel a kérdés. Tipikus amerikai, amikor kérdéssel köszönnek, tehát hogy hogy vagy, szap. Igen. Jó, szap. Úgyhogy nem mindegy. És már teljesen úgy értik, hogy azt válaszolják mondjuk, hogy minden oké, és mennek tovább. Szap. Ja, teljesen, ugyanez. Ja, ez egy kicsit ilyen kínos helyzet volt, vagy nem is tudom. Oké, és gondolkodok még, hogy mi az, amit ide a barát témánál fel tudnánk hozni. Hozzunk fel témákat, Blaze, neked mondtad, hogy voltak ilyen témák, egy név nélkül csak, hogy 10.000 forintba került egy barátság, meg 40.000 forintba került egy barátság. Hát ez tipikus egyébként a bizalom, hogy az egyik az az volt, hogy tehát helyettem kifizettek olyan dolgot, amit nem kellett volna kifizetni, és én nem akartam megadni, mert nem kellett volna nekem kifizetni azt a pénzt, mert hogy is mondjam, tehát nem vonatkozott rám, és ugye ő meg jó fej volt, és kifizette helyettem, én pedig nem akartam neki megadni, mert hogy semmi értelme nem volt, mondtam, hogy kérje vissza inkább. A másik meg ugye az volt, hogy ott meg ugye a bizalmamat játszották tulajdonképpen el. És mi az, amit te, ha esetleg tudnál belőle tanulságot vonni, akkor az mi lenne mind a két helyzetből, hogy mások ne kövessék ugyanezt a hibát? Hát, hogy kétszer jobban nézem meg, hogy ki az, akit barátomnak gondolok, és neki mondjak el olyan információkat mondjuk. Ja. Vannak olyanok is, ez főként amúgy lányoknál láttam én ilyet, hogy biztos, hogy tudjátok, hogy vannak ezek az úgymond pletykafészek lányok. Általában... Ja, a filmekben mindig a duci lányokat szokták így ábrázolni, tudod, aki mindenkivel jóban van, és mindenkiről tud egy kicsit, tudod. Igen. És azért van jóban veled, mert ki akar tőled húzni valami információt, amit elmond XY-nak majd, tudod, és ezzel elkezdi keverni az egész sztorit.
ilyennel találkoztatok már amúgy? Mert én már találkoztam ilyennel, és nagyon vicces volt, mert hogyha tudod ezt a helyén kezelni, tehát tudod, tehát ez a tipikus eset, amikor hülyíted a hülyét, aki hülyíteni akar téged, tudod? Hogy tudod, hogy mit akar, de te direkt húzod a izét, és egyre inkább kérdezgeti a témáról, hogy ténylegesen megtudja az információt, te meg már csak azért sem mondod el, hanem kerülöd, mint hogyha hülye lennél teljesen, stb. Stb. Ja, nekem ahogy pontos, hogy volt egy ilyen csaj, aki kb. Az iskola legnagyobb plegyka fészke volt, és mindig tőle eredt minden plegyka. Mindig ő kevert mindent. Erre kíváncsi vagyok, hogy ki volt, majd mondd. De ilyenkor már... Mindenkivel jó volt. Nem volt ilyen ember, akivel nem volt jóba. Ez nagyon durva amúgy. Igen, mondjad, Gabi? Az a jó, amikor már ennek az embernek tudatosan mondasz olyan dolgokat, amik nem valósak, és várod, hogy visszahagyd valakit. Igen, én ugyanezt csináltam, és amúgy leírom csendbe, figyelj, Kristóf, de be fogsz szarni, mert ismered. Na, mert nekünk is ez volt, tehát hogy 12-ben tudtuk, hogy kik azok, akikkel el lehet terjeszteni, és bármikor egy kamut el akartunk terjeszteni, akkor ez volt. De igen, gondoltam, hogy ő az Bézom. És az a durva, figyelj, hogy mi már csináltunk ilyet is, azt hiszem, hogy valaki vett egy kamu Rolexet magának az osztályból, és elterjesztettük, hogy a nagybátyjától kapta, és frankón eredeti a Rolex, tudod, de hogy nem mondd el, kérlek, senkinek. Így volt, hogy nem mondd el senkinek. És utána meg már a suliba, tudod, azt terjedt, hogy XY-nak az egy Rolex-e van, tudod, és a nagybátyjától kapta, úristen, geci, több milliós órával jár a suliba, meg tudod, ilyenek. Nagyon komoly. Ja, ezeket így ki is lehet használni igazából. Blaze, valamit tudunk-e még így a barátokról mondani, mert most hirtelen nekem nem jut több eszembe. Barátokról. Vagy erről a barát témáról. Barát témáról. Én még amúgy az előző témához, pont most jutott eszembe, amit előzőleg kihagytam és el akartam mondani. Melyik volt az? Ugye a végén, tehát ugye a viselkedés a lányokkal, igen? Hogy vannak olyan szaga, aminek hatalmas nagy értéke van, hogyha azt kimondod, viszont minél többet mondod, annál inkább elveszti az értékét, és hogyha nagyon sokszor használod, akkor már ilyen teljesen rutinszerű lesz, és többet árt, mint használt tulajdonképpen, hogy ezek a folyamatosan jó reggelt üzenet, jó éjszakát, szeretlek, stb. Igen, tipikus. Nem gondolod? És hogy én egyébként full nem használtam soha mindig, hogy minden reggel jó reggelt, minden este jó éjszakát, meg hogy minden nap jó éjszakát, szeretlek, tehát ez a hatalmas ömlengés, meg nyálladzás. Tényleg akkor, amikor mit este beszéltünk, telefonon, akkor igen. Egyébként meg úgy, nem, hogyha este beszéltünk, pont mit tudja, hajnal kettőkor, és mentünk halni, akkor is. De hogyha így random, akkor nem. Meg jó azért, mert pont amit mondasz, hogy elveszti az értékét, hogyha sokszor használod. Azonban, hogyha nem használod sokszor, akkor viszont tipikusan olyan lesz, tudod, hogy mit tudom én, ha írsz, mit, hogy veszekedtek, és mondod, hogy jó, szeretlek, tudod. Akkor annak értéke van, meg súlya. Igen, annak értéke. Szóval ezekről is figyelni kell, hogy ezek ne veszítsék az értéküket, mert ezeknek az annak hatalmas értékük van, és nem szabad szerintem rutinszerűen kezelni ezeket. Szerintem sem, egyáltalán. Jó, szerintem igazából nagyjából mindent megbeszéltünk. Tök jó, hogy ezt még behoztad a végére, Blaze, mert ezek nagyon jók voltak, és ez nekem nem jutott az eszembe. Mindent megbeszéltünk akkor erről a mai témáról. Következőnek majd fogunk beszélni még, azt hiszem, mindjárt meg is nézem, hogy mikről fogunk még beszélni a következő témákba. Fogunk beszélni a részvényekről, adózás, első benyomás, depresszió, baráthaver az már volt, és kapcsolatok egyikből a másikba, ezek is lesznek. Úgyhogy ezeket fogjuk majd átvenni, természetesen nem egy adásban, hanem majd többen. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és végighallgattatok minket, illetve köszönöm neked is, Blaze meg Gabi, hogy itt voltatok. Szép estét, sziasztok! Sziasztok!